Hat másik településsel együtt Tata is elnyerte a Tehetségbarát önkormányzat címet. A díjat olyan önkormányzatok kaphatják meg, amelyek folyamatosan segítik a tehetséges fiatalok felkutatását és támogatását. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár kiemelte a tatai sajtótájékoztatón, hogy a tehetséges fiatalok megtalálása nemzeti ügy. És fontos, hogy az önkormányzatok is szerepet vállaljanak a tehetségek támogatásában. Nagyon fontos, hogy elismerésben részesítsük azokat a szakembereket, iskolákat, intézményeket, akik a tehetséggondozás területén ugyanúgy nagyon kiemelkedő tevékenységet folytatnak, és sok mindent tettek már a múltban, tehát vannak mögöttük eredmények is, de olyan jövőbeli tervekkel is rendelkeznek, amelynek köszönhetően ezt a területet közösen együttes erővel tudjuk a továbbiakban is fejleszteni. Éppen ezért került sor 2013-ban a Bunis Buna díj megalapítás. Ezzel a díjjal egyszerre tudjuk anyagi és erkölcsi elismerésben részesíteni a pedagógusokat, intézményeket, valamint azokat az önkormányzatokat is, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a tehetségbarát környezetet meg tudjuk teremteni, és a tehetséges fiatalokat egy olyan támogató közeg környezet vegye körül, amelynek köszönhetően egy tehetséges fiatal sem veszhet el. Tata több ösztöndíjat is alapított az elmúlt időszakban, amellyel a tanulmányok, kultúra és sport terén kimagasló eredményt elérő fiatalokat támogatja. Tata város önkormányzata már régóta ösztöndíjakkal támogatja a tehetséggondozást, a tehetségnevelést. Éppen ezért alapítottuk meg az előbb említett Tata város legszorgalmasabb diákja ösztöndíjat, ahol az elmúlt 5 évben több mint 30 díjazottunk volt, vagy az Öveges József tanulmányi ösztöndíjat, ahol több mint 50 díjazottunk volt, és nemrégiben egy sport ösztöndíjat is létrehoztunk, Eszterházi Miksáról elnevezve, akinek a beceneve Viátor volt, ugye egy nagyszerű atléta volt, aki a Magyar Olimpiai Bizottság létrehozását is nagyban segítette és dolgozott érte, és Tatai Eszterházi volt, szóval a Viátor ösztöndíjjal támogatjuk a tatai sportolókat, ott pedig 23 díjazottunk volt eddig, és több mint 200 fiatalnak segítettünk a felsőfokú tanulmányaiba a Burza Hungarika ösztöndíjjal. És erre mindösszesen ezekre az ösztöndíjainkra az elmúlt 5 évben több mint 30 millió forintot költött el az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy ez az éves több mint 5 millió forint, ez közvetlenül jutott el a diákokhoz. Tata díjjal 1,5 millió forintot is kapott, amelyből konferenciát és találkozót is szeretnének szervezni tehetséges fiatalok számára.